Ez van. Oké. Kész. István, kezdjük meg az etetést. Oké. Annyidik volt az István? 18. volt. Akkor még 2. Oké. Okay.
Horgászatunk helyszíne az Amerikai Egyesült Államokban, Dallas közelében található Lake Fork víztározó. Dr. Pula István barátommal immár negyedik éve minden év márciusában ellátogatunk ide. Mi vonz? Mi az, ami ide hív minket? Ez nem más, mint egy őshonos amerikai halfajta, amelynek a neve Buffalo Carp. Ez a rendkívül vadregényes, nehéz, elárasztott erdőkkel tarkított vízterület ideális élőhelye ennek a csodálatos halnak, ahol 20, sőt akár 30 kilós méretűre is megnőhet. Ennek a halfajtának a neve is méltó hozzá, amely magyarra fordítva nem jelent más, mint bivajponty. Hát ebből szeretnénk néhányat horogra keríteni, de ha esetleg az itt élő nyulgapontyokból akad néhány a horgunkra, azért sem fogunk megharagudni. Hát igen, Gábor, ez volt a közös tervünk. De remélem, hogy a múlt idő használata még korai egy kicsit. Túránk, amin elmúlt november óta rendkívül sokat dolgoztunk, minden részletét próbáltuk leszervezni, egy kis probléma történt a végén. Az itteni szállítmányozási cég, aki évek óta minden gond nélkül szállított a horgászhelyünkre több száz kilónyi felszerelést, ezúttal elvesztette kettő csomagunkat. Pont azt a két csomagot, amiben te felszerelésed volt, a botod, orsóid és a csalik. Igen. Talán közhelynek számít, de te is tudod jól, hogy az élet a legnagyobb rendező, bár ezen már meg sem lepődöm, mert ha visszagondolok, nem volt még soha, de soha olyan túránk, hogy valami váratlan esemény ne történt volna. Emlékszel, tavaly, mikor itt horgáztunk, olyan extrém időjárási körülmények közepette ültünk a parton, amelyre 60 éve a legöregebb helyi texasi horgász sem emlékszik. Azt is megoldottuk, akkor most ezen ne lepődjünk már meg, vagy ne akadjunk már fönn azon, hogy éppen nincs mivel horgászni, bár ugye ez sem igaz, mert az a szerencs, hogy te legalább túl biztosítottad magadat, és ugye annyi horgászbotot és orsót hoztál magaddal, amelyből jutott nekem is, amivel én is tudok horgászni. Igaz, hogy a kedvenc féderbotjaim, ezek közül ráadásul voltak újdonságok, a kedvenc csaljaim, mind ott vannak abban a dobozban, amely lehet, hogy Amerika másik felén van. No de hát most ezekkel a botokkal, ezzel a felszéssel kell mindezt megoldani, amelynek a végén remélhetőleg együtt örülünk a közösen kifogott halaknak. Meglátod, Gábor, ez így is lesz. Ez is egy harcsa. Tulajdonképpen a legnagyobb problémát egyértelműen ezek a harcsák okozzák. Mindent az égvilágon fölesznek. Mindent. Nem tudunk most jelen pillanatban szinte olyan csalit feltenni, amelyel ki tudnánk őket kerülni. Hát ez már itt is egy kapitális példának számít. Súlya legalább 2,5-3 kg. Gyönyörű szép hal, de nem őre vártunk. Hoppá! Erre van az út. Az első nap véget ért, sajnos a folytatás sem lett egyelőre sokkal jobb, mivel értékelhető halat nem fogtunk. Élvezzük itt ezt a gyönyörű nyárias időjárást, de jobban belegondolva, hát igazából az lett volna a csoda, hogyha egy ilyen nagy vizen már az első nap halat fogunk. Lassan összepakolunk, és holnap ugyanitt folytatjuk.
A másik nap is úgy indul, mint az előző, hogy lehet látni, hogy itt szinte egy percenként viszi a harcsa szereléket. Hát úgy tűnik, hogy a friss etetésre ők jöttek be először, és hát éhesek, mert fölzabálták mindazt, amit kaptak tegnap este még. És szinte egy percig nem lehet a botot bent tartani nyugodtan, úgy, hogy ne vinnék el a csalit. Nagyon komoly feladat lesz ugye őket valahogy elhajtani az etetésünkről, úgy, hogy maradjon a buffalónak vagy a ponynak, amit szeretnénk fogni. Na hát itt jön ki a harcsa. Egy kilós lehet ez körülbelül? Körülbelül. Már a part szélében. Nehéz látni, mert fölzavarta a szél itt a vizet a szélében. Aha. Oda néz. Ez ponty. Pontyat? Ponty. Az ám. Azt a kutya fülét. Nagy gyurga ponty. Nagy gyuri. Figyelj. Figyelek. Azaz. Kérem szépen. Gábor. Gratulálok az első halandunkhoz itt, ami számít, nem csak harcsa. Végre. Végre megtörni látszik az átok. És a második nap, napközben ez a gyönyörű szép nyurgapont lepett meg minket. Délutánra nagyon meleg lett, szinte elviselhetetlenül tűz a nap. Időnként még a kapucnit is föl kell vennem. Nem azért, mert fázok, hanem mert ezzel is védem az arcomat a rendkívül erőteljes napsütés ellen. Ami ettől azonban sokkal bosszantóbb, hogy egyáltalán nincs kapás. Akkor, amikor ilyen hosszú időn keresztül nincs hal, ennek valószínűleg egy fő oka van, hogy ezen a díszterületen, ahol egyébként alakat sejtjük, valószínűleg nincs egy darab sem. Hirtelen jött ez a felmelegedés itt is, ráadásul valószínűleg nagy a hőmérséklet különbség a sekély és a mély víz között. Nem vagyunk túlságosan messze egy olyan öböltől,
ahol a víz véletlenül lényegesen sekélyebb, mint amit most meghorgászunk. Ezért teszek egy próbát, egyik botomat kitekerem, egyik végszelékemet, ott a sekély vízbe fogom bevetni, hogyha találok ott ígéretes halra utaló jeleket. Nem is tétlenkedem, kiveszem az egyik botomat, és már is nekiindulok. Itt van egy kis öböl. Hopp, ott egy halmozgás. Óvatosan kell mennem, hogy nehogy megzavarjam az éppen itt tartózkodó halakat. Aha, itt bizony van már több hal is. De érdekes csukák! De szép. Most ő minket figyel, mi pedig őt figyeljük. Ott a ponty. Ott úszik. Látom a hátát. Itt van, közelít felénk. Itt a potyka. Nem volt túl nagy, de ponty. Ha egy ponty van, kell itt lenni többnek is. Nagyon nagy segítség egyébként ezeknek a láthatatlannak tűnő árnyaknak a beazonosításában a pluralit szemüveg. Sokkal jobban kierősíti a kontrasztot, és előbb észreveszem azokat a víz alatti élőlényeket, amiket szabad szem egyébként nem is lehetne talán látni. Ez a hely egyértelműen horgászatot csábít, hát ha valahol van értelme megpróbálni a horgászatot, akkor itt mindenképpen. Nem hoztam sok mindent magammal. Kevéske kukorica, ebből beszórok néhány szemet, ide, meglátom, mi fog történni. Miközben a lehető legóvatosabban próbálom meg a végszerékemet rájuttatni. Itt egyébként indokolatlanul erős, mondhatni túl erős ez a szerelék, de hát nincs másik. Úgyhogy ezt fogom most ide berakni. Nem túl mély a víz. Meglátjuk, mi történik. A sejtésem nem volt rossz, hiszen a halakat megtaláltam ebben a sekély öbölben, de sajnos kapásra bírni nem bírtam őket. Mielőtt távozok, néhány marék kukoricát szórok erre a helyre, és holnap még óvatosabban, még csendesebben megpróbálom őket megközelíteni, és megfogni. Már a harmadik horgásznapot kezdjük meg, miközben a dolgunk egyáltalán nem lett egyszerűbb, sőt, talán inkább fokozódik. Egyedüli biztató jel a tegnap délután kifogott 10 kg feletti gyönyörű nyúlgaponty. A vizet elvileg ismerjük, hiszen ez már a negyedik év, hogy visszatérünk ide. Igaz, hogy csak maximum néhány napra, de azért nyilván egyre több és több információval rendelkezünk. A tavalyi sikeres év után azt gondoltuk,
hogy már megismertük ezt a területet, és igazából újdonságot nem tud számunkra nyújtani. Ezzel szemben mit tapasztalunk? A szakadók száma nemhogy csökkent volna, hanem látszólag megsokszorozódott. Az elmúlt évhez képest annyi a különbség, hogy a vízszint 50-70 cm-rel lehet magasabb most, és lehet, hogy a zsinórjaink más szögben érnek a medelfenéknek ahhoz a kritikus pontjához, ahol hirtelen elkezd letörni, lemélyülni a meder másfél méterről 4-5 méterre. Az ebből kiálló ágak bogakba olyan szinten belakad a zsinórom, hogy a tavalyi évben sikeresnek bizonyult helyről még az üres végszeréket sem tudom kivenni. Nem is tudom, mi fog történni, hogyha végre sikerül néhány termetesebb halat horogra keríteni, hogy hogyan fogjuk tudni azokat majd partra segíteni. Nagy szerencsém volt tegnap azzal a kifogott szép ponttyal, amely pont a kritikus ponton felemelkedett víz közé, és el tudtam húzni úgy, hogy nem akadt le. Bemutatom azt a végszeréket, amely ezen a rendkívül akadós, nehéz terepen is helyt állt. Mivel az apró cikkeket tartalmazó ládikám is oda van, benne volt abban a dobozban, amely elveszett, ezért a rendelkezésre álló kellékeket kellett felhasználnom annak érdekében, hogy meg tudjam oldani ezt a nehéz szituációt. Elsőként egy 60 libra szakítószilárdságú, kb. 80-as monofil zsinort használok, erre fogom felfűzni a végszerék elemeit. Ez a sprőd, vastag monofil zsinór azért kell, mert ez az első 1-1,5 méter, amely lefekszik a mederfenéken, ellen tud állni a dörzsölő hatásának a mederfenéknek, illetve az akadóknak. Illetve a másik fontos tulajdonsága, hogy nem vág be a fába, ezáltal talán kevésbé tud elakadni. Elsőként egy ólomkapcsot fűzök föl, ennek is a gumihüvelyét, majd magát a kapocs részt. Ennek a végébe belekötök egy előkerögzítő gyors kapcsot. Nem könnyű ezt a rendkívül vastag zsinort kötni, ezért maximum 3-szor kell sima klincs csomóval rögzíteni. Annyira sprőd, annyira nehezen köthető, hogy nem árt egy kis fogó segítségével kapcsot megfogni, majd amennyire lehet megrángatni, és a kötést magát így stabilizálni. Ha itt nem csúszik szét, akkor vélhetőleg már fárasztás során sem éri akkora megterhelés, amely során elveszíthetnénk. Felesleges részt levágom. Ebbe belakasztok egy olmot. Sajnos ezek száma is drasztikusan csökken. Gumikúpot rátolom. A másik végébe belakasztom a horogelőkét. A végszerék fix, de ugyanakkor fárasztás során, hogyha esetleg megakad az ólom, akkor kibírja belőle húzni a hal, illetve akár az ólom is ki tud fordulni az ólomrögzítő kapocsból. Ezáltal szabaddá téve a végszeréket, és remélhetőleg megmentve a halat. Nincs más teendő, mint kb. 120-150 cm hosszúságban elvágni a zsinort, majd ezt a felét fogom hozzákötni a fonott főzsinórhoz. Hogyan történik ez? A legegyszerűbb módja, hogyha képezek a végén egy olyan kis peremet, amelyet öngyújtóval, melegítéssel tudok elérni. Hű hatására képződött egy olyan váll, amely meggátolja a rákötött fonott főzsinór lecsúszását. Miután kihűlt, tökéletes. A fonott főzsinort uni to uni csomóval fogom rögzíteni a monofil zsinórhoz. 4, 5, 6, 7 és 8 menet. Bőven megteszi. Meneteket egymás mellé rendezve meghúzom, amely itt a csomónál tökéletesen rögzül. Nincs az a fizikai erő, amely ezt letépje, amely innen ezt miután rögzült elmozdítsa. Felesleges zsinórdarabot levágom, és kész.
engedje magát. Erről van szó, kérem szépen. Gratulálok, Gábor. Minden halat rendkívül nagyra értékelek. Nagyon keményen meg kell dolgoznunk mindegyes kifogott halért. Nincs könnyű dolgunk, de annál értékesebb a siker, ami egy ilyen szép nyurgapúgy formájában testesül meg. Feltűnő ennek a halnak is a hatalmas bognátüskéje, legalább 10 cm, amit tegnap kifogtam, annak még hosszabb volt. Ez is jelzi egyébként, hogy a hal hosszú bognátüskéje és a nagy szája, hogy ezek idős halak. Ennek a halnak a súlya kb. 6 kg lehet, de biztosra veszem, hogy 7-8 éves minimum van. Amit tegnap kifogtam, az pedig szerintem még akár a duplája is lehet. Ez is jelzi azt, hogy ezeknek a halaknak nagyon keményen meg kell küzdeniük a táplálékért, sok egyéb más hallal, mint például a kékharcsákkal. Azért, hogy legalább ekkorára meg tudjanak nőni. A tegnapi horgászhelyemen, ahol késő délután próbálkoztam abban a kis öbölben, nem láttam egyetlen egy hal mozgás sem. Valószínűleg most nincsenek ott a pontyok, sőt még a csukák sem. Ezért megpróbálom egy kicsit lentebb. Megpróbálom az öböl belső részét. Ideális haltartó helynek tűnnek ezek a részek, de egyelőre nem látok halra utaló jelet. Hopp, itt igen. Itt volt egy ponty. A tuskó mellett láttam egy pontyot fordulni. Sőt, a gyékén szíre is megmozdult. Ez legalább 2 ponty már biztos, ami itt volt. Nagyon veszélyes a terep, de ha itt vannak a halak, hát itt kell próbálkozni. Nem is megyek sehova. Nagyon óvatosan, csendesen elfoglalom a helyet. Beszórok pár maré kukoricát, és megnézzük, mi történik. A víz nem túl mély, talán fél méter lehet, de hát itt ezt a környéket járják egyértelműen a halak, hiszen bemutatták magukat. Hú, de szép ponty. Hogy fogom megszákolni? Hú, hallod, de komoly. A tuskók között vezetgetni nem egyszerű. De úgy néz ki, hogy sikerült már a veszélyes zónából elhozni. Hoho, itt van már a szélébe.
Ú, de komoly ponty farokod be, nézd a fatyős mellett. Csak egyes ilyen van megfogni, ha belépek a vízbe. Közelebb kell mennem. Megvan. Kivadáztam a susnyából a gyönyörű szép nyurgát. Azt a mindenit. Cipőm szétázott, nem számít. Itt a gyönyörű hal. Ez 10 fölött van. Gábor, hát mit fogtál? Hát látod, István. Ne hülyeskedj ilyen gyönyörű nagyot. Ó, valóbb kellene mélyleg előszállt. Oké. Okay. Légy szíves. Hű, ez nagyon szép hal lett. Az nagy kövér potyka. Megjárt arra kutyát. Megem. Alig látszik a pici horog a nagy szájába. Nézd meg, a nagy hal. A szája szélébe akadt. A szája szélébe egy gombos työnyi horoggal. Ez igen. Gyönyörű, szép pocakos potyka. Hallod, át kell neveznünk a túrát cserkelő horgászatra, mert lehet, hogy itt a sekély fölmelegedett kis öbölbe több halat fognánk, mint ott, ahol eredetileg próbálkozunk már harmadik napja. Hát lehet, hogy ide ki kell jönnünk, aztán itt kell folytatnunk. Nézd meg az eredményét, gyönyörű. A gyönyörű szép halmat. Gyönyörű nagy hal. Hát ez az igazi vadvízi horgászat, nem, barátom? Sikeri meg kell dolgozni, Gábor, ezt nem adják könnyen. Ez biztos. Nem adják könnyen, de hát így van értelme, hogy ezért csináljuk, nem? Ennyi. Hú, de boldog vagyok. Engedjük is vissza. Gyönyörű szép halacska. Felelkesülve az előző ponty kifogásán, visszamentem egy másik horgász felszerelésért, és azt a mellettem lévő nyiladékba helyeztem be annak a végszerelékét. És itt van az újabb ponty, szinte hihetetlen. Fú, fantasztikus élmény itt a fű szélében, szinte a láb alól kivadászni ezeket a szép nyúrva pontyokat. Peca. Most megmaradt a csali. Itt van, ízlik a halaknak ez szépen. Méretét tekintve talán az előzőnek az unokája, de ez is egy szívmerengető halacska. A harmadik nap végére kezd összeállni a dolog. Tulajdonképpen ma délután, néhány óra a leforgás alatt több esemény történt, mint az elmúlt három napban együttvéve összesen az eredetileg kiválasztott tutinak vélt helyen. A dolog magyarázata rendkívül egyszerű.
Az elmúlt két hétben váltakozó intenzitással itt Texasban folyamatosan esett az eső. Ez a víz szintjét, a víztározó szintjét körülbelül 70 cm-re emelte meg. Vélhetőleg ez a zsombékos az elmúlt időszakban még teljesen szárazon volt, így egy olyan élettér nyílt meg a halak számára, amely eddig elérhetetlen volt számukra. Rendkívül gyorsan melegszik ráadásul, a meleg időszaknak köszönhetően pedig még csak március van a víz hőmérséklete. Kint a nagy nyílt vízterületen 13 Celsius fokot mértem, míg itt bent az öbölben 2-3 Celsius fokkal melegebb. Hát egyértelmű, hogy a halak szinte özönlenek ki ebbe a sekély részbe, és amellett, hogy jól érzik magukat, egy kellemes meleg vízben tartózkodhatnak, ráadásul terülterű asztalkám is van számukra, hiszen ez az élettér tele van vélhetőleg olyan állatkákkal, amely eddig megközelíthetetlen volt számukra. Így nem kérdés, hogy a hátralévő időszakban, ha az időjárás drasztikusan nem változik, akkor itt ezen a részen kell majd próbálkoznunk újabb pontyok reményében. Ma reggel ismét ízelítőt kaphatunk a texasi időjárás kiszámíthatatlanságából. Az elmúlt napok gyönyörű nyárias időjárását felváltotta ez az úgymond késő őszi idő. 30 fokról lementünk 10 fokra, viharos északi széllel. Tegnap Gábor megint sikeresen megtalálta, hogy hol rejtőzködnek a halak. Bízunk benne, hogy ebben a szélvédett, meleg, sekély öbölben még maradt néhány hal, és meg tudjuk őket fogni. Ezért folytatjuk itt a horgászatot. Hú, jó hal. Jó hal? Jó, igen. Átment a fa mögött. Tiszta erőmből húzom. Akkor is megy tovább. Most is megy tovább, nézd. Adj be merítőt! Ide bejött ide? Beszaladt a susnyába. Megvan! Azt a mekkora szája van, nézd! Hú, hatalmas öreg hal. De ez biztos, hogy nem találkozott még horgásszal soha. Az én horgom került elsőként a szájába. Akadás hibátlan. Mekkora öreg hal. Öreg harcos. Hihetetlen gyönyörű, szép nagy nyurgaponty. Fantasztikus méretű uszonyokkal. Látszik, hogy öreg, megtermett hal. Hát amilyen rosszul indult ez a horgászat, olyan jól kikerekedik a végére. Egy életre szóló élmény ekkora halakat kifogni ilyen nehéz terepről, ilyen speciális körülmények közepette. Mint a tenyerem akkora, csak a melluszonya. Hatalmas, gyönyörű. Gábor, nekem is van halam. Csak nem akarom, hogy itt túlzottan elmenjenek itt a tuskók között, mert akkor
nagyon egyszerűen lehet veszíteni, jó van, meg tudtam állítani. Helyes. Sikerült megfordítani, és azon dolgozom, hogy nehogy bemenjen a tuskok közé, mert akkor elvesztem ezt a halamat. Próbálom visszahúzni közelebb a parthoz, nincs túl messze, csak hát nagyon erősen húz, mert nem volt ideje kiszaladni neki. Így szépen, jól van. Ez is komoly hal lesz. Ja, ja, szép pont. Egész szinte botnak a spicce alól jött. De a zsombok mellől úgy mint nálad. Végre nálam is megtört a jég, egy rontott kapás után sikerült ezt a szép pontyot kihúznom, és hát itt az eredménye. A sokadik ponty kifogása után nyugodtan mondhatom, hogy megvan az a tuti csali, amellyel itt mindenképpen érdemes próbálkoznunk, hiszen sok szép kifogott ponty igazolja ennek fogósságát. Alapvetően egy nagyon egyszerű csalogatóanyagot használunk, amely nem más, mint áztatott takarmány kukorica. Nincs ízesítve, nincs aromásítva, csak így simán, natúr állapotában. Viszont most jön egy apró finomság, szó szerint finomság, amely teljessé teszi a csali kombinációt, amely nem más, mint a spéci kont kukoricáinak a nagyméretű mega változata. Ezek azért nem vesztek el, mert az utolsó pillanatban az indulás előtt való este készültek el, és az utazó csomagomban a nagy bőröndömben jöttek velem az Amerikai Egyesült Államokba. Több különböző ízesítéssel készítettük el, bízva abban, hogy megtaláljuk a halaknak az ízlését. Vannak itt már a megszokott aromával készült változatok, és vannak olyanok, amelyek tulajdonképpen még kísérleti stádiumban vannak, próbálgatva azt, hogy milyen aromával tudom igazából kapásra bírni őket. Nagyon meggyőzőek az NP kóddal, azaz a nagy ponty fantázia névvel ellátott arománkkal ízesített kukoricák. Ezek adták egyértelműen a legtöbb kapást. Jól látszik a kis üvegcsében, hogy készül sárga és narancssárga színváltozatban. Meggyőződésem, hogy ez az a két szín, amely minden körülmények közepette a legfigyelemfelkeltőbb, de mégsem riasztó halak számára. Ha már a színeknél és az ízeknél tartunk, akkor van itt egy érdekes, szintén figyelemre méltó csali forma, amely nem más, mint tigrismogyoró. De szándékosan ez is sárga és narancssárga színváltozatban készül majd. István egyébként előszeretettel használja a tigrismogyoró utánzatot, mint a gumikukoricát. Azért van szükség a nagyobb méretű gumikukoricára, mert a csali, amit használunk, eleve az is egy kicsit nehezebb, tehát egy ilyen áztatott takarmány kukorica nem egy könnyű csali, ráadásul nem is túlságosan kicsi holgokat használunk ezekhez, így, amikor ezt feltűzöm, akár egy-két szem kukoricát mellé tűzve, pont olyan kikönnyített csali kombinációt kapok, amely könnyedén beszippantható a pontyok számára. Így néz ki egy ideális nagy ponty csali. A hibátlan gyakorlati működését mi sem igazolja jobban, mint egy olyan véletlen megfigyelés, amely során az egyik kifogott pontyomat, belehelyezve a pontybölcsőbe, bőségesen vízzel leöntve, a horog már benne volt a szájába, de a csali az kint volt. És akkor láttam azt, miközben ugye próbált levegőt venni, hogy mennyire könnyedén tudta kibefújni ezt a nagyméretűnek hit csalit. Vélhetőleg ugyanez történik a víz alatt is. Na, megint sikerült egyet megakasztanom. Ugyanazzal a taktikával, egy gumikukorica, egy rendes kukorica alatta, és közvetlenül a bocs pizza alatt egy marék simon nyers kukoricát etetőanyagnak bedobva, zsinór lazára engedve, úgyhogy mi akkor elviszi a har, lehet látni, hogy hamarosan meg fog csippanni a kapásjelző. Úgy tűnik, hogy Gábor által kitalált technika tökéletesen működik. Ennyi. Íme a csali. A nagy izgalmamba a gumi tigrismogyorút gumi kukoricának neveztem el, de a végeredmény ugyanaz, egy gyönyörű hal. Na hát íme a kacskafarkú texasi ponty hatalmas nagy melluszonyokkal.
valami madár megcsíphette neki, lehet, hogy a kormorán már megcsípte neki a farokuszonyát. Érdekes ennél a halnál, hogy nagyobb a melluszonya, mint a farokuszonya. Ilyen nagyot nem is láttam még. Nem egyszerű játék elvezetni itt a fatörzsek között a halat. Szép hal eszem ez is. Szerencsére elkészült már az erejével. Vagy csak azt hittem, hogy elkészült. Nem adja könnyen magát. Talán majd most. Szétcsattam az erőtől. Annyira szép és egészséges. Délutánra elmentek a felhők, kistört a nap, végre az időjárás is kegyébe fogadott minket, és ezt egy újabb gyönyörű hal koronázta meg. Köszönöm, drága barátom. Gábor, azt hiszem, hogy eddig nap végére nagyon szépen összeálltak a dolgok, hiszen több halat fogtunk a mai nap folyamán, mint az előző napokban együttvéve összesen. Azt hiszem, az igazi fordulópont az az volt, amikor megtaláltad, hogy a halak nem a mély vízben vannak, ahol először sejtettük, hanem behúzódtak ebbe a sekély öbölbe, ahol szélárnyékban, a napsugarától, a legebb vízben úgy tűnik jobban érezték magukat. De nem csak, hogy jól érezték magukat az itt tartózkodó pontyok, hanem viszonylag intenzíven táplálkoztak is. Ehhez párosult az az egyszerű, de annál hatékonyabb módszer, amelyel sikerült itt a part szélében horogra csábítani őket, és végül partra segíteni. Van még egy másik dolog, amelyet itt a végén összegzésként először egy keserű szájízzel említettem volna meg, de most már abszolút nem érdekel. Nagyon nehezen tudtam magamat túltenni azon, hogy amit eredetileg kitaláltunk, az a stratégia, az a horgászmódszer, úgy, amit részletesen pontosan megterveztünk, abban valójában semmi nem teljesült. Hiszen a cuccunk elveszett, az új csalik egy része elveszett, igazából mindent improvizálni kellett, köszönhetően annak, hogy neked volt olyan mennyiségű felszereléssel, amivel ezt meg tudtuk oldani. De a végén, megmondom neked tök őszintén, mindez abszolút nem számít. Egyáltalán nem érdekel, hiszen az élet a legnagyobb rendező, és a végére egy olyan fantasztikus horgászat kerekedett ki ebből, amelyre amíg élünk, aztán emlékezni fogunk. Hát Gábor, ezzel maximálisan egyetértek, és örülök, hogy ezt a sok-sok nagyszerű élményt együtt élhettük meg, aztán hát innentől kalandra föl megint. Drága barátom, nagyon szépen köszönöm.